Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a magyar határoz közeli Szatmár-Németiben vagyunk, ahol a felföldi játékoknak a világbajnokságát rendezik abból a szempontból, hogy ez a Challenge világbajnokság, vagyis a klasszikus felföldi számok mellett erős emberszámok vannak, így aztán kalapácsvetés, kőlökés, a súlymagasba dobás és a póznadobás mellett lesznek klasszikus erős ember feladatok, mint amit a képekből láthatjuk. Itt például előkerül majd a kőgolyó is, ez lesz a befejező szám. Most pedig akkor ismerkedjünk meg a versenyzőkkel. Hello and welcome to Satmára in Romania. Mindenek előtt egyébként Francis Brebner köszönti a nézőket innen Szatmár-Németiből. Egy fantasztikus akvaparkban vagyunk, itt a helyszíne az IGF Felföldi Játékok Challenge világbajnokságának, ahol 10 versenyző jutott el ide a világ minden pontjáról, hogy 8 versenyszámban megmérkőzzenek egymással. Ami különleges a mostani verseny, mert hogy 4 felföldi és 4 erős ember számban kell bizonyítaniuk a versenyzőknek. A legrátermettebb megmutathatják gyorsaságukat, ügyességüket, kitartásukat és állóképességüket is. Itt pedig elsőként Chad Alam, aki azt mondja, nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Csodálatos környezetben vagyunk, itt ezzel az akvaparkkal a háttérben. Nem is lehetne ennél jobban elképzelni. Biztos vagyok benne, hogy jó versenyzőnk lesz. Georg Ödmundsson Izlandról azt mondja, hogy várom már a felföldi játékokat, hiszen ezek újak és izgalmasak nekem. Kíváncsi leszek a dobásaimra, a koffercipelésre és a póznadobásra. Ezeket még kevesebbet gyakoroltam. Ezen múlik majd, hogy hogy sikerül végeznem a végeredmény szempontjából. Keskés Roni, szerb színekben. Hát szerintem én inkább az erős ember számomra leszek majd jó. A felföldiből majd az kicsit kevésbé, de mindent beleadok. A házigazda, Kortyán Sándor. Ezen szakadásom van, nem is tudtam normálisan edzeni, de hát remélem, hogy egy-két próbában azért ott leszek az első három közt. Egy másik amerikai versenyző, 47 esztendős, Ol Myers. Úgy érzem, hogy kemény verseny lesz, ahogy körülnéztem, sok új arcot láttam, akiket még nem ismerek, nem versenyeztem ellenük, nagyon szeretnék jósolgatni, szoros lesz, az biztos, mondja. Aztán Kis Tibor. Úgy érzem, hogy jól felkészültem az idei versenyre. A Bremerstone nem a kedvenceim közé tartozik. Ő az egyik gyenge számom, de azért bízok benne, hogy tavaly óta sikerült javítani, és a versenyen is meg tudom állni a helyemet. Kis Tibor tavaly ezüstérmes volt, az egyik nagy favorit Rafał Kobilász Lengyelországból. Azt hiszem jó esélyem vannak, hiszen múlt héten indultam a lengyel felföldi játékokon, ahol második lettem, Rigában pedig megnyertem a bajnokok ligáját szombaton. Úgy gondolom, jó formában vagyok, és majd szeretnék nyerni. Iván Megyi Murec tavaly is indult Horvátországba, hogy akkor Bélovár volt a házigazda. Azt mondja, indultam tavaly a horvátországi versenyen, azóta tapasztaltabb, és talán jobb is lettem. Így abban bízok, hogy előre tudok lépni, és meg tudom közelíteni a dobogósokat. A magyar bajnok, Saliga Tamás. Célkitűzésem az a középmezőnybe szeretnék végezni. Hát bejutottam a magyar, megnyertem a magyar bajnokságot, ezért kerültem ide, erre a versenyre. Hát remélem, hogy az erős ember számokban viszont jól fogok szerepelni. És akkor egy másik favorit, Johan Langhorst Hollandiából. Tele vagyok önbizalommal és energiával, szeretném bebizonyítani, hogy ebben a versenyben is jó vagyok, mondja. Ők tehát 10, akik indulnak a mostani versenyen.
sincs a versenybír, a sárgában a végén Ryan Vieira. Elsőként pedig jön a köllökés. Al Myers az első versenyző, aki elkezdi. Az amerikai versenyző Norvégiában egy héttel ezelőtt egy komoly sérülést összeszedett, úgyhogy megpróbálkozik, hogy vajon mire lesz képes. Egy dobásra mindenképpen jó, 9 méter és 80 centi az ő eredménye. Darázs Ádám, illetve Ryan Vieira két legenda versenybíráskodása mellett zajlik a verseny. Kecskés Roni ugyanakkor a dobott, mint Al Myers 9.80. Kortyán Sanyi egy picit rövidebbet, 8.95, atlétikában sokáig ez volt a világrekord távolugrásban. Saliga Tamás egész magas íven dobta el, és 10 méter fölé ment, és akkor jön Johan Langhorst. A hollandok nagyon jók a felföldi versenyekben. Nagyon komoly versenysorozat van, Hollandia-Belgium közösen szervezi. Az amatőr világbajnok Peter Kars Buma. Johan Langhorst 11.96-tal nyit. Ez mindenképpen egy nagyon jó eredmény. És Bielovárban is egyébként holland győzelem született. Magyarországon a holland Antillákról érkezett versenyző, miközben Rafał Kobilárz egy egészen parádés dobással indít. 13 méter és 64 centiméter, hát alaposan elveri eddig a mezőnyt. Nagyon-nagyon föladja a leckét a többieknek. A kis teniszlabdákon látszik, hogy milyen messze dobták a fiúk, és hát ez nagyon-nagyon nagy különbség. Iván Megyi Murec. Magyarországnak két ezüstérme van a Challenge világbajnokságokon. Kis Tibor tavaly meglepetésre ért oda a második helyre. Előtte egy évvel Mészáros Csaba Európa bajnokként a dobogót reálisan megcélozhatta. Most talán Kis Tibor, ha jó formában van, akkor versenyben lehet az első helyért, de az izlandi és a holland versenyző nagyon erősnek tűnik, Rafał Kobilárzot pedig ismerhetjük a Cytec Strongest Team Challenge versenysorozatából. És hát ott azért eléggé más dimenziót képviselt, úgyhogy ő az erős emberek számukban biztos, hogy nagyon jó lesz. Minden azon múlik, hogy hogyan sikerül majd Rafał Kobilárznak, például a pozna dobás. De hát mintán a felföldi lengyel bajnokság a második lett, amelyik szintén erős, ezért biztos, hogy ez menni fog neki az is. A köllökést minden esetre Rafał Kobilárz nyeri, Gerd Gudmundsson és Johan Langhorst előtt. Csedalom főtt a negyedik helyre, és a magyarok egyelőre a mezőny második felében. Azért sikerült megnyerni ezt a versenyszámot, mert elég jól megy nekem a súlylökés, de ez még csak egy versenyszám volt, sok pontot kiosztanak még, úgyhogy meglátjuk, mennyit ér majd a végén ez a győzelem. Én minden esetre azon leszek, hogy megőrizzem ezt a helyet, nagyon boldog vagyok, mondja. Az első versenyszám után nincsen változás, tehát ugyanaz, ami szám végeredménye volt. Így állunk most. És akkor jön a röngnyomás. Kortyán Sanyit látjuk először, a házigazdát. Kortyán Sanyi az erős emberek számokban tud jobban teljesíteni. Mint hallottuk, van egy kisebb sérülése, ez nem feltétlenül előnyös neki. Kecskés Ronival együtt ott volt Pusztaotlakán is, és ott volt Bielovárban is. Mind a két alkalommal a mezőny második felében végeztek. Megvan a harmadik. És ott a negyedik. Négyel indít.
láthatunk néhány versenyzőt, akiknek nem feltétlenül sikerült tökéletesre. Georg Ödmundson nem közé tartozik, ő 6-szor nyomta a feje fölé, de Csedalamnak például nem sikerült. És akkor most jön Saliga Tamás, és Kis Tibor is ugye 6-tal zárt. Ami azt jelenti, hogy azért ilyen szempontból azért az... valahol a mezőny közepére lesz majd jó. Megvan a hetedik. Átveszi a vezetést, Saliga Tamás, itt a nyolcadik is. És még mindig van ideje. Egy kicsit megpihen a komáromi versenyző. Na nézzük, gyerünk Tamás, gyerünk, meg kell nyerni ezt a versenyszámot, talán meg lehet. Nyolc ismétléssel Saliga Tamás, meglátjuk, mire lesz elég. Rafał Kobiláz, úgy érzem, jobb lesz, de talán a másik két fiú, aki hátra van, megfogható még. Iván Megyi Murec. Iván Megyi Murecnek azt lehet mondani, hogy a legjobb versenyszáma ez. Az a kérdés, hogy vajon mire jut. Megvan a negyedik. Hatnál tart már. Megvan a nyolcadik is. Most lesz igazán nehéz. Itt a kilencedik. Átveszi a vezetést Iván Megyi Murec. És nincs meg a tizedik. Ez azt jelenti, hogy Iván Megyi Murec jelen pillanatban úgy áll, hogy nála jobb nincs senki. Johan Langhorst. Itt a harmadik. Darázs Ádám hangja teljesen jól lehet hallani, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindent tudunk. Megvan neki is a kilenc. És a tizedik neki is hiányzik. Megelőzi ő is Saliga Tamás, de azt gondolom, hogy Saliga Tominak abszolút rendben van minden. És akkor jön Rafał Kobiláz. Egy. Ott a második. Megvan a harmadik. Négy. Öt. Itt a hatodik. Hetedik. Nyolcadik. Kilenc. És megnyeri ezt a versenyszámot. Lehet, hogy ment volna még, de Rafał Kobilázot ismerhetjük, hogy ő nem az a fajta, aki nem taktikázik, mindig pontosan annyit ad ki magából, amennyi mindenképpen szükséges, mert kell még az erő a többi versenyszámhoz is. Tíz ismétléssel nyeri a versenyszámot Rafa. És Holt verseny a második helyen, Iván Megyi Murec és Johan Langhorst között, Saliga Tamás a negyedik, Kis Tibor pedig Holt versenyben az ötödik. Loki moja umiljena disciplina. Tudtam, hogy jó leszek ebben a versenyszámban, mert ezt nagyon szeretem, jól szokott menni. Örülök a jó helyezésnek, mondja röviden. Iván Megyi Murec a bolgár versenyző, aki följön a harmadik helyre. Gregor Ödmundson a negyedik, Saliga Tamás pedig már az ötödik.
Na és akkor folytatódik a verseny, méghozzá a vegyes pakolással. Először jön egy zsák, aztán egy malomkő. Jöhet utána a farönk, és a végén az üllő. Nem hiszem, olyan 130 körül van a rönk, 150 az üllő. A malomkő a 120 körül van, és olyan 110 körül van a zsák. Ezeket kéne fölpakolni. Gregor Ödmundsonnak alaposan meggyűlt a baja itt a rönkkel, és akkor most jöhet akkor a vége. Fönt van ez is. 40 másodpercen belül meglátjuk, mire lesz majd elég. Kortyán Sándor is végigpakolta. Épp hogy befért az időbe, mert ugye van limit, 75 másodperc. Kecskés Roni viszont csak a fáig jutott, a rönkkel nem boldogult. Már Kis Tibor, 53 másodperc. És aztán jönnek most a többiek. Saliga Tamás lesz az első, akit látni fogunk. Az fönt van gyorsan. Gyorsan kell pakolni, annyi szent. Megvan a malomkő is. Első fogásra megvan, akkor jó lehet. Már pedig megvan első fogásra. Nem kéne letenni addig. Állj, letenni, új fogást kell választani Saliga Tominak. Ez mindenképpen időt jelent, sőt, most eléggé gondba van, hogy hogyan tegye föl. Az ülővel nem lesz már gondja szerintem. Ez a fa rönk, ez az, ami úgy látom, hogy problémát jelent a versenyzők számára leginkább. Az ülő az csak szimplán nehéz. Annak van egy relatív normális fogása. No hát akkor 43-93 második egyelőre. Ez azt jelenti, hogy továbbra is vezet a versenyszámban Georg Ödmundsson. Johan Langhorst. Gyorsan vára kapta, és már is dobja tovább. Ez is megvan. Itt jön majd a vízválasztó, a harmadik. Hogy dobja föl? Megvan elsőre! És ez azt jelenti, hogy ha gyorsan földobja az üllőt, akkor Rafał Kobilárznak nagyon sikerül, nagyon igyekeznie kell. Érdekes módon máshogy fogja meg, de így se rossz. 28-22, nagyon-nagyon megveri a mezőnyt. Na, Rafa. Ugye nem láttunk mindenki, csedalom 3 ismétlés. De az első 3 tárgyat tudta fölpakolni. Iván Megyi Murec pedig 4-et 38-91 alatt, tehát Ödmundsson mögé jön be. Rafa Kobilász gyorságára vagyunk kíváncsiak, megvan ez is. Jön a harmadik. Ez is fönt van. És akkor már csak egyet kéne földobni gyorsan. Egyet gyorsan, ez is megvan, Rafa Kobilász. 28-09, hajszállal megelőzi ellenfelét. Nem sok. 13 század mindösszesen. Kicent tiszte. Nagy harcot vívtak ők ketten. A vegyes pakolás tehát. Lengyel győzelem. Holland második, izlandi harmadik hely. Fontos volt, hogy sikerült megnyernem ezt a versenyszámot, mert itt több pontom lett, és sikerült egy kicsit elépnem Johantól. Most jön nekem a neheze. Mert hogy jönni fog a kalapács vetés, és hát abban nem annyira jó. Rafał Kobilárz, 4,5 pont előnye van Johan Langhorst előtt. Nagyon sokaknak be kéne férni közéjük, hogy megváltozzon a sorrend az élen. És hát egyáltalán az is kérdés, hogy meg tudja nyerni mondjuk a versenyszámot Johan Langhorst. A papírformára megfelelően Kis Tibor. Kis Tiboré az első dobás. Nem rossz. 26 méter.
Csadalom 20 méter alatt maradt. Saliga Tamás 25-30. Zsivan Megyi Murec 26-09-el. Neki ez mindenképpen azt gondolom meglepetés. Hiszen jelen pillanatban ő az, aki vezet a versenyben. Greg Edmundson pedig ezt a kis fát is eltalálta. Itt lelassult valamennyire a dobás. A 25-09 egy méterrel elmarad Iván Megyi Moresztől. Na és akkor Johan Langhorst. A legjobb. Egészen ki a pálya széléig. Az eredménye 27 méter és 45 méter. 45 centiméter. 27 méter és 45 centiméter. És hogy mire lesz elég, azt mindjárt kiderül, mert jön Rafał Kobylarz. Rövidebbnek tűnik. Meglátjuk mennyire. 26-08. Pici különbség. 26-09-el Iván Megyi Murec, Rafał Kobylarz 26-08 és Kis Tibor 26 méter kereken. Johan Langhorst tehát papírformák megfelelően nyeri a számot, de Rafał Kobylarz elé nem tud bejönni Kis Tibor sem és Georg Ödmundson sem. Így marad az élen a lengyel versenyző. Örülök, hogy sikerült megnyernem ezt a versenyszámot, nagyon szükségem volt ezekre a pontokra, hiszen föl szeretnék zárkozni, és sikerül nyíltá tenni a versenyt. Egyéni legjobban volt, ez kalapácsvetéssel mondta el többek között Francis Brebdernek, miközben azt láthatjuk, hogy 2,5 pont a különbség, Iván Megyi Murec pedig a meglepetés ember, ő a harmadik. Jó, akkor a súly magasba. 3,80-an kezdünk. 25 kg a súly. Kortyán Sándor. És átdobja. Az egyik leglátványosabb felföldi versenyszám ez jellemzően, hiszen pontosan látják a nézők, hogy ki jobb a másiknál. Csadalomnak nem sikerült sajnos. És nem tudom, látjuk a Kecskés Ronit. Igen, neki sem. Majd nem sikerült földönteni, de átdobni nem. No, hol tartunk? 4 méter. Georg Ödmundson nagyon magasan. Saliga Tomi. Ő is 4 méteren. Ez is megvan. Kis Tibor. Ezen a nyári versenyen olyan meleg volt, hogy több mint 30 fokot mértek, ez nem feltétlenül ad lehetőséget, hogy mindenki az egyén legjobbját megdöntse, de közel lehet hozzá. Kétnapos verseny volt egyébként Szatmárnémetiben, az első nap volt az első 4 versenyszám, ez pedig a második napnak az eleje. Rafał Kobylarz. Ó, nagyon-nagyon-nagyon magasan. Egy kicsit sokkolta azt gondolom a mezőnyt ezzel a dobásával, hát ez volt legalább 4.60 vagy 4.80. Nyilván Megyi Murec. Ez is rendben van. Úgyhogy akkor Johan Langhorst. Ugye az előző szám végeredmény tekintetében érkeznek fordított sorrendben a versenyzők, ez is magas. Hát nagyon úgy tűnik, hogy Georg Ödmundson, Rafał Kobylarz, illetve Johan Langhorst külön versenyt vívhat majd, ha csak valaki vele nem hibázik.
Saliga Tamásnak a 4-20 nagyon szépen megvan. Kis Tibor? Kis Tibornak nincs meg sajnos. Jön Rafa Kobilárz. Ujj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 
Ez alatta ment, hogy kiesett Kis Tiborral együtt. Johan Lankorc pedig könnyedén. És akkor egy kicsit ugrottunk, mert a 4.40 és a 4.60 az meg volt szépen három versenyzőnek. Saliga Tamás 4.20-nál kiszállt, és 4.80-nál vagyunk. És minden 4.80-nál magasabbra ezt az állvány nem lehet húzni most, jelen körülmények között. Ezért a feladat, ki tudja átdobni a 4.80-at, és ki nem hibázik. Aki most már csak egy kísérlete van mindenkinek, aki átdobja, megy tovább, és jöhet újra ugyanerre a magasságra. Aki nem dobja át, az értelem szerint kiesik. Az első, a második és a harmadik helyzetnek is majd 4.80 kerül a neve mellé, de egyáltalán nem biztos, hogy köztük holt verseny lesz. Nagyon szépen megvan ez is Georg Gudmundsonnak. Na hát előásva akkor a súly. Jöhet akkor Johan Lankhorst. És visszajön neki. Ő az első, aki kiesik. Ez mindenképpen jó Rafa Kobilárznak, mert ha pont fordítva lett volna, és ő esett volna Rafa először ki, akkor nagyon szoros lett volna a következő szám előtt a verseny. Így azonban lehetősége van, hogy ellépjen tőle, hogyha ha neki sikerül. Georg Gudmundson egyébként nagyon messze van tőlük, neki az első nap nem igazán sikerült. Rafa Kobilárz. Átszédül neki. Rafa Kobilárznak legalább másfél pont előnye lesz pluszba. Johan Lankhorsthoz képest mind, ami eddig volt. És akkor a változatosság kedvéért 4.80. Elfáradt Johan. Te Georg. Ez már nincs meg. Na, Rafa. Kicsi múlott. Nem lesz két pont előnye, pluszba csak másfél, de szerintem így is elégedett. Holt versenyben nyeri a versenyszámot. Rafa Kobilárz és Georg Gudmundson 4.80-nal, Johan Lankhorst pedig a harmadik. Saliga Tamás a negyedik helyen, Kis Tibor az ötödik. Georg Rafa, egy remek eseményen vagyunk túl, mindketten egészen 4,80 m mentetek, számítottatok egy jó eredményre. Az eredmény sokkal jobb, mint amire számítottam, mondja Gudmundson, hiszen minden magasságot sikerült teljesítenem. Örülök ennek is, illetve a helyezésre is elégedett vagyok. Úgy gondolom, jobban sikerült, mint előzetesen gondoltam. Rafa, és te mit gondolsz erről? Igen, örülök, ez az első alkalom, hogy holt versenyben végeztünk. Georga, persze nagyon jól jönnek a pluszpontok, várom a következő számot. Így állunk most Rafa Kobilárz, 4 pont előnnyel, Gudmundson pedig megelőzve fél ponttal Megyi Murecet. Saliga Tamás tartja az ötödik pozíciót. De mintha jó, az utolsó három versenyszámban, legalábbis utolsó kettőben biztos, hogy hogy sikerül neki ez a mostani, az a nagy kérdés, de a kőgolyóba is jó, illetve a súly magasba is, illetve a Poznába is jó, így Saliga Tamásnak talán sikerül Iván Megyi Murecet megelőzni, a többiek azt gondolom messze vannak. Kis Tibor pedig, a tatabányai sportoló kezdi ezt a versenyszámot, 2x110 kg, ha nem teszi le és végviszi, 40 méter egyébként a táv, akkor lehet, hogy neki is lehet esélye előrelépni, hiszen ő is jó a Poznába, és ő is jó a kőgolyóba. Végig kéne még vinni, most már nincsen sok hátra.
pár métert be kéne vinni oda a célba, ott van bent. 43-19, hát egy, lehet ennél gyorsabban is azt gondolom, ott főleg mikor letette, 35-33 másodpercen belül is talán be lehet hozni. Saliga Tamásnak nem sikerül végigvinni, 41 méter, Kecskés Roni 46 másodperc, előtte Kortyásai 49. Úgyhogy Saliga Tamásnak az előrelépése lehet, hogy elúszik itt. És jön Iván Megyimorec. Iván Megyimorec a harmadik helyért lehet harcba. A kőgolyóval annyira nincsen kibékülve, de meg tudja csinálni. A póznadobás az sose volt az erőssége. Úgyhogy ebben kéne valamit alkotni, de ebben meg az előtte lévők mindannyian jók. Picivel előtte kell letennie, ez nem tudom mennyibe fog kerülni neki még egyszer, és most viszi be 41-09. De Kis Tibor elé jön be, és Kecskés Ronit is megelőzi. Jön Rafa. Rafa Kobilárz, nem is rossz. Nagyon megindult. Be fog jönni 30 környékén. 14 másodpercnél fordul, és általában egyébként visszafele néha gyorsabbak, ha nem teszik le. Rafa Kobilárz nem fogja letenni, ez egészen biztos. Rafa Kobilárz mindjárt benn van a célba. Egy lépés még most van bent. Ez jó, hogy nem viszi haza. 28-81. Ez igen. Jön Georg Odmundson. Nem láttuk Johan Langhorstot 41-16-tal. Iván Megyimurec mögé jön 7 századdal. Iván Megyimurec jellemzően ezen a versenyen a századok jó helyén van. 28-81-nél kéne gyorsabban vinni Georgnak. 13-nál fordul, egy picit gyorsabb. Georg Ödmundson meg tudja nyerni ezt a versenyszámot egyedül. Csak ő, csak. Rafa Kobilárz pedig mögötte marad. Igen, 26-15. Georg Ödmundson 26-15-tel. Nagyon-nagyon szépen. Ott van bent a célban. Parádé. Hát, ha az első nap jobban sikerült volna neki, akkor nagy hasz lehetett volna az elsőért. Így Rafa Kobilárz nagyon el fog lépni a többiektől. I call it crossfit. No problem. Jó a kondi. Crossfitezni szokta, nincsen semmi gond, mondja. Ami igazán nehézé teszi a versenyt, az a hőség, hát egy izlandina meg pláne, ugye. Most úgy érzem magam, mint hogyha egy szaunából jöttem volna ki. Adjatok egy kis árnyékot, 10 fokkal kevesebbet, egy kis esőt, és legjobb teljesítményt fogom nyújtani, mondja. Itt se rossz egyébként, 4 pontra most megközelíti már Johan Langhorstot, úgyhogy... Nem lefutott még a dolog. Johan Langhorst kezd. Pusztatlakán indult egyébként az első ilyen verseny Magyarországon, ahol
Észak-Írországban Jonathan Kelly lett a versenygyőztese. Parádés dobás közben a leglátványosabb versenyszám. 11 óra 15 percet dobja a Langhorst. Ha pontosan állt volna meg és delet mutatott volna, akkor nem lehetett volna utolérni, így még lehet nála jobbat dobni. Mészáros Csaba lett a második, illetve Jane Hartikainen Finnországból lett a harmadik helyezett. A finn versenyző ugye korábban megnyerte a 105 kg-osok világbajnokságát. Háromszor is más sportágban is letette a névjegyét. Mihály Forláb, Kis Tibor, Marko Trax Észtországból, a Forláb ugye osztrák versenyző. Darázs Ádám is indult ott, még itt már versenybíróként működik közre. És hát láthatjuk, hogy nem mindenki boldog itt a dobásoknál. És akkor jön Chad Alam. Az amerikai versenyző idősebbek közé tartozik. A pózna dobás a kedvence. És egy tökéleteset dob, azt gondolom. Na így kell ezt eldobni. Négy méternél valamivel hosszabb a pózna, majdnem 50 kiló. Chad Alam pedig dob vele egy 12 órát. Ennél jobbat nem tudom, hogy lehet-e. Ki fog derülni. Chad Alam minden esetre vezet. És jön Rafa Kobylarz. Nézzük, hogy neki hogyan jön össze. És ez se rossz. Lehet, hogy ez is 12 óra, lehet, hogy pár perc. Ryan Vieira, ha valakinek hinni lehet, akkor neki ötszörös világbajnok. Mindent elért ebben a sportágban. 12-10. És jön akkor az előző versenyszámnak a győztese. Ödmundson. Ez se rossz, közel hozzá. Yeah! 11:30. 12 óra 15. És volt egy 12-15-ös eredmény Ödmundsonnak, ugye avval bejött a harmadik helyre, a Langhorstot megelőzve. But it feels really good. Caber is my strongest event still. And jól sikerült a verseny, a pózdodobás egyik legerősebb versenyszám, mondja Chad Alam. Igazából nem tudtam, mire számít, csak a srácoktól sokan vannak, akik az erős ember versenyen edződtek és érződik a kondiukon. Pláne örülök így, hogy sikerült nyernem. És jön akkor az utolsó szám, így állunk most. Rafa Kobylarznak van 8 pont előnye, Johan Langhorstnak pedig 3 pont előnye van. Iván Megyimurec kissé leszakadva, azt gondolom a dobogó az neki már nem lesz meg. Csak még valószínűleg eljutok tovább is. Na nézzük, Kis Tibi. Szóval készen vagy, Tibor. Kis Tibor 37,5 ponttal, 39 ponttal, Saliga Tamás. Ha valaki bejön közéjük és fordított sorrendben végeznek, akkor lehet változás közöttük. Vég tudja rakni. 13 másodperc alatt fönt van 3 kőgolyó. Jön a negyedik, a legnehezebb. Ez 160 kiló, fönn van ez is. 25 másodperc és 25 század. Kecskésrőnök fölment a 120-as. Megküzdött velem, 27 másodperc eltelt. 10 másodperc alatt földobta Chad Alam az elsőt, a többivel nem boldogult.
Na nézzük, ki lesz a következő, akit látunk. Csaliga Tamás. Kis Tibor azért fölrakta a mércét nagyon magasra. 3-2-1, rajt egy nagy tapsonat kérjük Csaliga Tamásnak is. Ott az első. Megvan ez is. 10 másodperc. Jobb. Azt pedig nem megy föl. 2. Csaliga Tamásnak egyelőre. Megpróbálkozik még egyszer a harmadikkal. De nem. Nem. 2. Kőgolyó. Iván barátunk jön. Egy nagy tapsot a horvát versenyzőnek a hétvégi teljesítményért megérdemli. Összetettben a negyedik helyen áll, úgy néz ki, hogy se előre, se hátra nem tud lépni. Fönn van neki is a 120-as. Az első golyónál a részidő. Mert akkor a következő. Ez is megvan, lassabban teljesíti, mint Csaliga Tamás. Nagyon rákészül, és nincs meg. 2. Kis Tibor vezet a versenyben. És akkor most már jönnek a dobogósok. Edmundson kezd. Ott az első. Megvan a második. 3 pont a hátránya. Több versenyszámot nyert, vagy nyerhet, mint Rafał Kobylarz, mint Johanna Langhorst. Rafał Kobylarzot nem tudja utolérni. 21-07. Lehet számolgatni. Kis Tibor és Csaliga Tamás van mögötte. Ez azt jelenti, hogy a hollandnak, miután Rafał Kobylarz is akár becsoroghat közéjük, hát Kis Tibort kéne megelőznie. Megvan ez is. 10 másodpercen belül. Csaliga Tamás előtt van már, fönn van a harmadik is, úgyhogy most már mindenképpen. És ezt is jól fölrántotta. És fölteszi 23-97 második. Ez azt jelenti, hogy ha Ödmundson nyerne, Kobylarz lenne a második, és Langhorst a harmadik, akkor is maradna egy pont előnye, és meg lenne a második hely. Rafa Kobylarznak pedig, mint nem volt, 8 pont előnye, és nem tud nyerni. Johan Langhorst, ráadásul ugye Kortyán Sándor nem kap pontot, és nem kap pontot a Myers sem. Ezért már most ebben a pillanatban világbajnok. Az első kőgolyót, ha fölrakta, akkor onnantól kezdve megvan neki. Most már nem taktikázik, nincs több versenyszám. Becsületből végigpakolja, és meg is fogja nyerni ezt a versenyszámot, mert elcsúzásból fölrakja mindet. 160 kg-os nem okoz neki gondot. 17-41-el Rafał Kobylarz abszolút megérdemelten fantasztikus versenyzéssel nyer. Itt van akkor a végeredménye a kőgolyó emelésnek. Kobylarz, Ödmundson, Langhorst a sorrend. De a teljes végeredmény nem ez lesz majd. Rafa, gond nélkül megoldottad a kőgolyó emelést, ráadásul időd is tökéletes volt. Ezzel bebiztosítottad az első helyedet. Hogy érzed most magad? Te vagy a világbajnok. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernem. Jó sikerült utolsó versenyszám is. A kőgolyó emelés az egyik kedvencem, mert magas vagyok, és ezeket a súlyokat, ha kell, akár 9-10 alkalmas meg tudom emelni. Nagyon boldog vagyok, rendben van minden. Itt a végeredmény. Kobylarz, Langhorst, Ödmundson, lengyel, holland, izlandi sorrend teljesen megérdemelten. Ödmundson sajnálja az első napot.
ott egy kicsit jobban sikerül, akkor az, azt lehet mondani, hogy akkor más lehetett volna a vége. Miközben Baranyai Gábor nyilatkozik nekünk az élményfürdőről. Az Aquastar gyógy és élményfürdő 2013-ban nyitott, mondja, egy Szatmárnémetiben egy közel 5 éves európai uniós pályázat eredményeként. Tavaly óta igyekszünk aktívak lenni a regionális piacon, hiszen nem csak a helyeknek kívánunk kedveskedni, hanem más megyéből, Magyarországról is sok vendéget várunk. Ez igazítjuk a programokat is, ezért örülök, hogy ezen a hétvégén itt rendezték meg a felföldi játékok világbajnokságot. Azt gondolom, hogy ma már egy strandnál nem elég, hogy fürdőzzünk és fekszünk homokban, nem szükséges, hogy ilyen színvonalas rendezvényeknek legyünk a házigazdái. Elsősorban, amikor kiegészítő programokról beszélünk, mindig a sport az első, emellett éjszakai fürdőzésekkel, koncertekkel szoktuk még feldobni a hangulatot. Azt szeretnénk, hogy aktív és szórakoztató strand lenne a miénk, ahol nem csak a termálvízért vagy a csúszdért jöjjenek ide pihenni az emberek. Akkor, amikor körbenéztem a versenyt, azt láttam, hogy mindenki számára népszerű, így köszönöm Kortyán Sándor és Darázs Ádám barátomnak, hogy ilyen világszínvonalú versenyt sikerült idehozni. Érdekes volt, bízom benne, hogy lesz majd folytatása a történetnek, mondja Baranyai Gábor. Közben az eredményhirdetés képeit láthatjuk. Jan Langhorst a második hely. És érkezik a bajnok, aki Kéri György Skoddudás zenéjére, aki nem más, mint Rafa Kobilars Lengyelországból. Hát gratulálunk a versenyzőknek, reméljük, hogy önök is jól szórakoztak a mai versenyen. Búcsúzik Szatmárnémeti, Meronka Pétert hallották.